Egy csomag feladásánál nélkülözhetetlen a pontos címzés, hiszen ezzel segíthetjük a kézbesítő munkáját. Egy több lakásos társasháznál az épület, emelet és ajtó szám nagyon fontos információ. Címzetként azzal tehetjük a legtöbbet, ha gondoskodunk arról, hogy jól látható legyen a házszámunk, illetve lakások esetében a kaputelefonon a nevünk. Illetve hogy, hogyha van erre lehetőség, akkor mindenképpen érdemes megadni e-mail címet, telefonszámot, hogy a portai szolgáltató, hogyha szükséges, akkor fel tudja venni a kapcsolatot a címzettel illetve azért is, mert most már ugye sok olyan szolgáltató van, ahol küldenek is előre értesítést, hogy küldemény fog érkezni, és akkor az hasznos, mert akkor számítunk rá, másrészt meg lehetőséget kaphatunk arra, hogy mondjuk megválaszunk egy másik dátumot, ami nekünk jobb, vagy akár átirányítsuk egy másik címre. Nem csak belföldre, sokan külföldre is küldenek csomagot, hogy meglepjék szeretteiket. Ha egy másik európai országba szeretnénk postázni, érdemes megnézni az NMHH honlap járól is elérhető európai csomagár összehasonlító oldalt. Itt több mint 400 szolgáltató, mintegy 46 ezer szolgáltatásának tarifáit lehet összevetni egymással. A weboldal a leggyakrabban használt súlykategóriák nyilvános tarifáit mutatja. A borítékban feladott küldemények esetében a fél, egy és két kilós, a dobozban küldött csomagoknál pedig az egy, a két és az öt kilós kategóriákat. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogyha olyat szeretnénk feladni, mely törékeny vagy speciális kezelést igényel, akkor mindenképpen küldés előtt tájékozódjunk. Vannak ugyanis olyan szolgáltatók, melyek egyáltalán nem vállalják az ilyen típusú küldemények elszállítását, más esetekben viszont külön elővigyázatossági intézkedések mellett viszik csak el ezeket, például gondosan be kell csomagolni, amellett pedig fel kell tüntetni azt is, hogy törékeny. Azonban, bármennyire is óvatosak vagyunk, előfordulhat, hogy sérüléssel érkeznek a csomagok meg. Ebben az esetben mindenképpen szólni kell a futárnak, aki a kézbesítési okiraton jelzi a sérülés tényét. Ha viszont csak felbontás után derül ki, hogy a tartalom sérült, azt a kézbesítést követő három munkanapon belül tudja a címzett a postai szolgáltató felé írásba jelezni és jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyenkor kártérítési igényel is lehet élni. Ha ezt a szolgáltató elutasítja, vagy nem az általunk kért összeget fizeti ki, akkor léphetünk tovább rendszerint a bíróságra, vagy a békéltető testülethez. A postai szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása elsődlegesen a szolgáltató feladata, akinek 30 napja van az írásban benyújtott panasz kivizsgálására. Ha ez nem történik meg, akkor a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül az nmhh hoz lehet fordulni, és felügyeleti eljárást kezdeményezni.